A kedves vendégeim, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy elfogadták a felhívásunkat erre a vers ünnepi szép délelőtre vagy napra. Ez most nem versenként hirdettük meg, hanem vers ünnepnek, ami azt jelenti, hogy mindenki a számára legkedvesebb versét mondhatja el, amit meghallgatunk mindannyian, és én úgy gondolom, hogy ezzel mindannyian gazdagabbak leszünk egy kicsit, mert a vers, aki szereti, annak közelebb hozzá a versmondást. Ezt a mai napi rendezvényünket 7. alkalommal rendezzük itt Mezőtúron, mint versünnepet 2. alkalommal, de 5 alkalommal pedig versenyként hirdettük meg. Hát most nem versenyt, most ünnepként hirdettük meg. Én úgy gondolom, hogy talán ez a formája nem akadályoz senkit se abba, hogy jaj, most esetleg elfelejtettem, vagy nem jól mondtam, vagy tehát bármi történik. Semmi gond, mert helyezések most nem lesznek. Tehát nem díjazunk senkit úgy, hogy első, második, harmadik külön díjazás, most ettől eltekintünk. De én úgy gondolom, hogy akkor is ez egy nagyon szép időtöltés lesz mindenki számára, mert hogy mondja a költő, a vers mindenkié. És hogyha jól választod meg a verset, amit előadsz, és át tudod adni a költő gondolatával, akkor ezt a saját érzelmi gondolatainkat is kifejezhetjük. Én kívánok minden versenyzőnek, vagyis hát szavalónak, versmondónak nagyon szép napot, és én úgy gondolom, hogy többet nem is akarok mondani, ebben köszöntöttem mindenkit, és most felkérnék a polgármesteri hivatalból megjelent körünkben Patkos Évikét, a polgármester helyettes asszony, hogy köszöntse vendégeinket, és nyissa meg a felső nevünket. Kedves vers szerető közönség! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket Mezőtúrváros Önkormányzattal és Szűcs Dániel polgármesterről nevében is. A versnek a szeretete mindig egy különleges esemény, mindig egy különleges érzés, amelyben el tudjuk mondani azt, hogy mi az, ami a lelkünknek a legfontosabb. Bevallom azt is, hogy én is nagyon szeretem a verseket, Vasal Bertől, Petőfi Sándoron át, Juhász Gyuláig, Radnóféig. Csodálatosan szép a magyar irodalom, és ehhez a mi lelkünk az, amelyik a legjobban azt a fajta töltetet adja, ami szükséges ahhoz, hogy kicsit kikapcsolódjuk a mindennapoktól, bearagozzuk az életünket azzal, hogy elolvasunk egy-egy bárszulát. Sokszor nekem is van olyan napom, amikor nagyon fáradt vagyok, és a legfontosabb az, hogy leveszek egy reményi kötetet, és megnézem benne azt, hogy vajon mi az, amit a mai napra el tudok magammal szabadni verset. Petőfi Sándorra annak idején általános iskolában találkozhattunk, és a legtöbb Petőfi verset ott tanultuk meg. És milyen jó volt az, amikor én óvodapedagógusként is tudom a gyermekek részére ezeket közvetíteni. Hálásabb közönséget azt hiszem, hogy gyermekeknél többet nem igen kívánhat az ember magának. És én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ezt megtanultam a saját életemben. De az is egy csodálatos ünnep, amikor az időskorúak felkarolják a verseket, elmondják, tolmácsolják mindenki részére, megmutatják azt, milyen érzelmekkel teli ez a világ. Hálásan köszönöm a klubnak azt, és Rózsikának azt, hogy felkarolta már 7. alkalommal, hogy a versmondók összejöhessenek, és elmondhatják a verseiket, elmondhatják a gondolataikat, az érzéseiket. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, köszöntöm a klub minden tagját, és kívánom azt neked, hogy legyen jó erőt, egészséged a továbbiakban is, és tudjál ilyen szép kezdeményezéseket összefogni, és az elkövetkezendőben mindenki részt.
Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, és kérem, fogadja és a szeretetel ezt a kis világot. Köszönöm szépen, Ézsikének ezt a szép köszöntő beszédét. És most pedig a közösségi ház nevében Pete Lajos kérnék fel, hogy ő is köszöntse kedves vendégeinket pár szóval. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves szavaló, legfőképpen, mert övéké lesz a hangsúly a mai nap folyamán. Megint egy örömteli napra villantunk, hogy a szép idő van odakint és a közösségi ház, és ki tudta nyitni most április 15-től a kapuit, és szeretettel várjuk önöket, mint a csoportokat, és nagyon örülünk annak, hogy ilyen szép számon megjelentek most is, és teljes nyitvatartási időben tudjuk most már biztosítani a lehetőséget a klubfoglalkozásokra, a csoportfoglalkozásokra, és ilyen jó időben, jó kedéllyel, jó műsorokat tudunk önökkel együtt szervezni, részt venni rajta, és remélem önöknek is egy nagyon jó délután, illetve délelőtt fog most rendelkezésükre állni. A szavaroknak pedig sok sikert kívánok abban, hogy a legjobb módon tudják előadni műveiket, és jól érezzék magukat. Engedje meg Rózsika mindenségi a csoportnak átműsor azt a kérdést és csekléséget, és fogyasztás sok szeretettel, és további sok sikert és jó munkát kívánok. Köszönöm szépen Lajosnak is ezt a köszöntő beszédét. És akkor ezzel akkor elkezdjük a versek mondását, amit hallgatunk, és én mindenkit arra kérek, hogy minden vers előtt majd kapcsan biztatják, vagy legyen kettők elmondani a szép verseket. Elsőként felkérnem első szavalóként Orosz Sándor, aki Csorvásról érkezett hozzánk, és Békés megye volt elnöke, már most lemondott, de attól függetlenül tartjuk a kapcsolatot, tehát fogadjuk meg szeretettel az ő versét. Ezt követően felkészül, hát most ugye az orosz név, lehet egy másik is, orosz név Szabos Margó készüljön fel. Köszönjük neked, fiam, hogy hazajöttél. Mert mi már olyan öregek vagyunk, mint fennfogadáson az tanulóinak. A mutatónk is már olyan a temetőkkel, mint az. Kézzelén az se tudjuk, hogy csütörtök van neked, kedvel. Amikor jösszük, arra mi vasárnak. Apád még csak ide fut, oda fut. De nekem már a kisajtóig is mindenki hosszú a fut. Hányszor megemlegetem azt a körtefát, amit a konyha ajtó elől fordítok ki a bomba? Meg tudnék benne kapaszkodni, mint most a te karodban. Ha bottad járni. Na még csak az hiányzik. Fogom inkább a söpőt, azzal botozgatok el a ház végéig a kapufáig, mint hogyha dolgom volna. Csak várni meg kéne sora. Várni levélre, híradásra. Ha kisiklik egy vonat, nem alszom éjjeleket. A múltkor is, amikor Amerikába mentél, a szemem belülről kisebesedett. Eljöttem. Visszajöttem. Ülsz még ide mellett. Mert nekem minden fájlóság. Tenger és tüske bokor,
és minden repülő lezuhan, amelyen te utalod. Mondom is a doktornak. Doktor úr, hogyan lehet, hogy én már a fölröppenő madárhoz is megijedek, és annyi tavat álmodok össze-vissza, hókatlasz, hóhegyet, és mindegyik mögül a fiamat hallom. Igen, a kötődésre. De fekete puskacsövek és messzebátyok figyelik léptelének. Talán, ha én is kelebb orgok a világon, amerre te, nem féltelek a kilengő magas házoktól, a krokodiluszos tavaktól sem, a mosolygó késes emberektől, akik bankot rabolnak, vagy csak játszanak. Állat vargatok, mint szürekiváros, ördögökön és babócosnak. Aki szerint, akkor is fél, amikor nevethet. Ki van az én szívem ismerve? Hét vassal. Köröskedő. Köszönjük szépen, Samina, ezt a két verset. És akkor a következő vers mondom, Oroszné Számos Margó. És felkészül Tisztelt Andrásné. A következő verssel a vietnámi háborúnak szeretnék emléket állítani. Holubs Korvin Lajos írta egy amerikai katona leveléből. Szeretném közölni a nagyvilággal, mit közölni, beleülteni a világba, hogy minden háború az emberiség szégyen. Hollós Korvin Lajos egy amerikai katona leveléből. Egy kunyhó váltott a közelben, szalmatetős, magányos ára. Ajtaja rongy. Szólt a parancsnok. Eredj! Semmisíts meg! De kár a bombája, megteszi gyufát is. Hogy az apró tisztása értem, a rony mögül kis öregemben lépett ki, s mert szavát nem értem, kézzel szemmel könyöröm. S lögtett vékony nyakán az ér, már szinte megrendülök, attól is apám, hogy éppen annyi idős lehetett, mint te. Egy kisfiú, tán unokája, tipeget riadtan utána. Az erdő mélyén lassan elhalt vérebeink vad ugatása. Mondtam, de hát a parancs, az parancs, mit tehetnék? Elfordultam, éreztem, arcom előtti a hideg veredék, s három gyufaszállam is eltört, úgy remegett az ujjam. Hidd el, apám, azt a szalmatetőcskét nem tudtam csak a negyedikre meggyújtani. Majd szaladtam a század után, de lerogytam, s egy fának dőltem. Hogy pihenjek? Nem, hogy magamtól undorodjam. Majd visszanéztem, visszarántott, mint a pányba, apám a látvány. Te átállott, lányelkerekben, füstkornával, mintha mágyán, s maga szemmel két karokból rohogva szikrázott az átok. S már sírva rohantam tovább a vérebek, s partizán vadászok után.
Egy gólya szállt felettem, hogy kiértem a nyílt mezőre, s nem értettem. Miért nem harag motorszúgást felőle? És akkor most következőként hallgassuk meg Piszter Sándorné, Piszter Andrásné, aki egy szép verset fog nekünk elmondani. Az idősek otthonából jött el hozzánk. Felkészül Nikes Bálintné. Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e távét jelent. De nekem szülőt hazám elámult tőle kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle léptem én, mint fatörzsből gyönge ágat, s remélem, hogy testem is elfölkessük meg el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdek meg egy bokor, nevét is, világát is tudom. És tudom, hogy merre és kik mennek az úton. De tudom, hogy mit jelentett egy nyári alkonyon a házak faláról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet áll. Nem tudja, hogy hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Járat, vadlaktanyát. De nekem erdőt, szöcskét, mezőt, szerintanyát. Az gyárat lát a lágcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsös, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkon sírokat. De tudjuk, s mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az nekem bakterház, s a bakter előtte állás üzen, piros zászló kezébe körötte sok gyerek, s a gyárak udvarán komondor hentelek. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze a számba, hol néz, hol áfolna. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. De tudjuk, miben végkeztünk, hol és miért. De élnek is dolgozunk, költők is bűntelen, és csepszopók, akikben megnő az értelem. Világít bennünk, őszik, sötét incékbe bújva, míg jelen ír hazánkra újból a béke újja. S folytott szavunkra majdan ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virasztó bénfejre. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Nagyon szép vers hozzád is. És akkor következik Mikes Dániel, aki korábban a saját tudóknak volt tagja, csak hát korán már tekintve meg betegségeiből adódóan az idősek otthonába került, és azóta ugye nem tudtakunk, de nagyon nagy szeretettel várjuk. Tehát hallgassuk meg őt, és felkészül Boros Lajosné. Dr. Keresztes Károly, állj meg itt egy percre. Ha már jártál túlról, vagy talán itt értél, sok szép órát régen gyakran vendéztél, és újra túlról jársz. Állj meg itt egy percre. Ha megállsz, megfigyelsz, meglátod, megérted. Ha eddig nem voltál, de most itt megálltál,
Figyelj, ülj a padra, a szép Kossuth téren. Történelmi helyek, régi épületek, templomok, iskolák üdvözölnek téged. A színes tökőkút rázenéje mellett régi és új élmény érinti meg a szíved. Mert ez a szép város mindig szeret téged, régi utcáival, őrzött szépségével. És itt a sok diák, akik vidáman jönnek az ifjúságokkal, feléd integetnek. Lám a túli tornyok hívogatnak téged, ha felnézel rájuk, szabad lesz a lelkem. Itt van a berettyó, most csendes a partja, sok szép ifjú emlék újra élet rajta. A ligedvel pedig most is sétálnak még. A tópartán újra megérint az emlék. Mindezért érdemes itt túlról megállni, a rohanó világ zaját elfeledni, megismerni újat, őrizni, mi régi. Állj meg itt egy percet, meglátod, megérni. Köszönjük szépen, ez is egy szép vers volt. És akkor következőként Boros Lajosként hallgatjuk meg. Ezt követően felkészül dr. Debreceni Andrásné. Sík Sándor versek a legszebb művészet. A legszebb művészet tudod mi? Derűs szívvel megöregedni, pihenni, hol tenni vágyol, és szó nélkül tűrni, ha van kivádol. Nem lenni bús, reményvesztett, csendben viselni el a keretbe. Irítség nélkül nézni végig, mások erős tevékeny értik. Kezed letenni öletve, és hagyni, hogy gondolat más viselje. Ahol segíteni tudtál vége, bevallani nyugodtan szépen, hogy erre most már nincs erő. Nem olyan, mint az előtt. S járni amellett szívvidában, Istentől kapott igában. Ezt a békét onnan veszük, onnan, hogy erősen hiszük. Hogy tehet, amit vinni kell, az égi babot honra készít fel. Ez sem a végső simítás, a régi színben semmi más. Ez volt fel minden köteléket. A világ még fogna téged, és az Úr szűnik megtanítani, ezért még sok harcot kell lépni. Idősen is, míg eseng a szív, az Úrban megpihen, és kész vagy. Ő kezébe venni, hogy mindened ő, és ne sem vagy semmi. Akkor lelked legkegyelmesebb vágyát, a legszebb munkát is rámzabja, megadja. Kezed imára kucsolhatod, és mindennél dicsősebb dolog. Áldáskész szeretteidre, körülötted nagyra és kicsinre. És ha majd munkád betellek, és a végső óra elközelget, engedsz az égi szemhívást, ennyi vagy, jöjj el, el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy már megyünk. Köszönjük szépen, és akkor Debreceni Andrásné hallgatjuk meg, aki Adi Egyet versét mondja el, őrizem a felület. Elkészült Szabó István. Adi Endre, őrizzem a szemet. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizzem a szemedet. Világok pusztulásán érkeztem meg hozzám, s várok, riadtam vele. Nem tudom, mert én miért maradok meg neked, de a kezedet fogom,
és őrizzem a szemedet. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizzem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok meg neked, de a kezedet fogom, és őrizzem a szemedet. Vers volt a Dél-Dél-ből. És akkor következő versmondó Szabó István. Petőfi Sándor verset fog elmondani, a Bója. És felkészül Herbár Terézia. Sándor, a bója. Sokféle a madár, s egyik ezt, a másik azt leginkább kedveli. Ezt ékes szólása, amaz pedig tarka tolla kedvelteti. Kit én választottam, a dalmesterséghez nem ért az a madár, s egyszerű, mint maga. Félig feketében, félig fehérben jár. Nekem valamennyi között legkedvesebb madaram a gólya. Édes szülőfölde, a drága szép alföld, hűséges lakója. Tehát azért kedvelem annyira, mert vele együtt növekedtem. Míg én a bölcsőmben sírtam, ő már akkor kerekült fölöttem. Vele töltöttem a gyermekesztendőket, komoly fiúvalék. Míg társim, a hazatérő tehéncsordák estékén kergeték. Én a nárkú forralánál húztam meg magamat, s némán szemléltem a szárnyakat próbáló kis gólyafiakat. És elgondolkodtam. Jól tudom, az gyakran fordult meg a fejemben. Miért, hogy az ember nincs úgy, mint a madár, szárnyakkal teremtve? Csak a messzeséget járatni megállval, sem a magasságot. Mit ér nekem a messzeség, mikor én a magamba vágyok? Fölfelé vágytam én, ó, irigyeltem sorsáért a napot. A fölfejére ültesz világosságból szőtt aranykalapot, de fáj, hogy esténként megszólják, mert hisz foly keblébül a vér. Gondolám, hát így van, hát ki világi, így jutalmat nyer. Kiváló időszakot ősz a gyermekeknek, mint anyai felé, aki fiainak számára kusarák, gyümölcsel felteli. Én ellenségemből néztem a dőzt, és szólék a gyümölcsök hozott. Tartsd meg ajándékor, ha kedvenc maradom, a gólyát elcsalod. Szomorodott szívvel láttam gyülekezni, midőn távozának. Miként most eltűnő ifjúságom után, úgy néztem utána. S milyen hús látvány volt a házak tetején, a sok üres fészek. Szellő lehet rám, sejtés halk szellője, hogy jövőbe nézek. Mikor tél múltával fehér hó subáját a föld levetette, s virággal zsinózott sötét zöld ormányát öltéföl helyette, akkor az én lelkem is felöltözik új ünnepi ruhába, s gólyaválni elvallattam az egész szomszéd határba. Később, hogy a szikra lángolóban, ahogy ifjú lett a gyermek. Talpam alatt égett a föld, nekiesen spalipán termek. Megeresztett antászával vágtaték ki a puszták terére, még a szél is ugyan neki gyűlkőzött, hogy lovamat elérje. Szeretem a pusztát, ott érzem magamat igazán szabadnak. Szemeim ott járnak, ahol nekik tetszik, s nem korlátoztatnak. Nem állnak körülem, mogorva sziklák, mint fenyegető rémek, csörgő patakot hányba vetve, mint ha látok csörgetnének, és nem mondja senki, hogy a puszta nem szép. Vannak szépségei, de azokat, mint szemérmes jány arcák, sűrű fájó felé.
Jó ismerősei, barátai előtt levezi fátyolát, s sajtra vesz felően a megbűvölt szem, mert tűnjél kisasszonyt lát. Szeretem a pusztát, bekalandoztam tüzes palipámon, s minő már ott jártam, ahol fizetésért sincs emberi lábnyom, lovagból leszálltam, gyepre veredtem. Egy futó pillanat a tóra mellettem, s benne kik látok meg? A gólya barátomat. Oda is elkísért. Együtt ábrándoztunk a puszta legmélyén. Ő a vízfenekét, én a néli bábot hosszasan szemlélvét. Így töltöttem vele gyermekségemet és ifjúságom javát. Ezért kedvelem. Már se torna nem nagyobb, se szép hangot nem áll. Mostan is kedvelem, és úgy tekintem én a gólya maradat, mint egyetlen valót, mely egy átálmodott szebb korból fönnmaradt. Megérkedésedet még mostan is minden esztendőben várom, s kívánok szerencsés utat, ha távozol, legrégibb barátom. És akkor a következő versmondónk, Herbár Terézia, ő szintén volt korábban a saját klubunknak tagja. Nála is azt tudom mondani, hogy korábban tekintve ő is bekerült a Szent Ipál idősek otthonába, azóta pontén, de szívesen elje verset mondani. Fogadjuk meg szeretettel, és akkor felkészül Csikós Józsefné. Kárdonyi Géza, a kutya meg a nyúl. Valamikor réges-régen, a világnak kezdetén, minden állat békességben érdekélt a föld tekén. Ki volt akkor nagyobb úr, mint a kutya meg a nyúl? Egy erdőn, mezőn együtt jártak, együtt éltek, együtt álltak. Megosztották, amit fogtak, szóval összebarátkoztak. Egyszer, hogy a tél beállott, és a földre sok hó szállott, azt mondja a füles nyúl, ha rakjunk tüzet, kutya úr, rakjunk tüzet, aki lelke, ne reszkessünk a hidegbe. Nosza hamar gajat szednek, tüzet raktak melegszenek, melegítik bundájukat, átalfázott írájukat. Hely, de jó a meleg télen, a havas zord erdő szélen. Azt mondja a vidám nyúl, játszadozunk most már kutya úr. Mit játszunk? Tán lakodalmat. Jól van, játszunk lakodalmat. Ugrándozzunk, cincogjunk, rummogjunk meg, rummogjunk. Ezzel felszökken a nyúl. Szembe vele, kutya úr. Ugrándoznak, cicáznak, keringélnek, cicáznak. És hogy a táncot szebben járják, egymást vígan átugrálják. Hogyan, hogy sem, mi történik? Az állatok így beszélik, ahogy ottan ugrándoznak, nevetgélnek, bolondoznak. Megölte a kutyát a nyúl, s a tűzbe ugrott a kutya úr. Vaú, üvölt a kutya, mit csináltál te puta? S hogy így rájakúrjantott, a farkába kaffantott. A nyúl utcú fester magad, farka nélkül tovaszarad. Nem kergeti a kutya?
Leégett a papucsa. Azóta csepp a nyúl farka, s mesztelen a kutya talpa. Azóta van, hogy a nyúl mindegy púvi és lapul, mert a kutya, ha teheti, mindig, mindig megkergeti. Köszönjük szépen ezt a jó kis mesét, nagyon aranyos. Illetve megköszönöm a Szentipáni Idősek Otthonának, hogy az idős embereket elengedte, vagyis hát elhozták őket, hogy ők is részt vegyenek ezen a versmondó ünnepen. Úgyhogy nagyon szépen megköszönjük a jelenlétüket és a szép versmondásokat. És bízom benne, hogy máskor is fogunk találkozni velük. Köszönjük. Köszönjük szépen. És akkor következő versmondó Csikós Józsefné, Kárpáti Évától az Édesanyám című verset fogja elmondani. És felkészül Bártasi Jánosné. Kárpáti Éva, az élet alkonyám. Elmond már az ifjúságon, itt van az élet alkonya. Ne gondolj az elfolásra, ne adj fel soha. Tartogat még az élet szépet, még ha lassabb is már a lépted. Gyönyörd egy kerted világával, fürdőzz meg a napsugárban. Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek, tanítsd meg, mire csak lehet. Ha tovább marul a jó és szépet, már nem volt hiába érte. A reményt ne add fel soha, hogy sorsod nem lesz mostoha. Ha elérkezik az utolsó óra, mosolyogva indulj a nagy útra. Mikor megszülettél, mosolygott mindenki. Egyedül te sírtál, más senki. Próbáld meg úgy élni, érted, hogy mikor elmész, sírjen azt, érted. És felkészül Kecsek Lajosné Mezőhéjről. Móra Ferenc, fecskehibogató. Villás farkú fecskemadár, jaj, de régen várunk. Kis sibolya, szép hóvirág, kinyílott már nálunk. Fátyol szárnyú kis méhecskék, zúgva, dönve szállnak. Cifra lepkék, kék legyecskék, ide-oda járnak. Rózsa, rózsa, piros rózsa, nyitogatja kelyhét. Itt a tavasz, lessük, várjuk a csicsergő fecskét. És akkor Kecse Lajosné Marikát, aki Mezőhégről érkezett hozzánk, Petőfi Sándortól a Kisa című verset fogja előadni, és akkor felkészül Pozsak Gábor.
Petőfi Sándor, Atisza. Nyári napnak alkonyulatánál megállnék a kanyarkó Tiszánál. Ott, hol a kis túl siet beléje, mint gyermek anya kebelére. A folyó oly simán, oly szeréden vallagott se hattalom medrében. Nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrába. Sima tükrén a piros sugárok, mint meg annyi tündér, táncot jártak. Szinte a hallik lépteik csengése, mint balányi sarkantyúk csengése. Pengése. Sima tükrén, hát ezt nem mondom, bocsánatot kérek. Ahol álltam, sárga fövenszőnyeg volt terítve, s tartott a mezőnek, melyen a levágott sarjúrendek, mint a ködben a sorok hevertek. Túl a réten, néma méltóságban, magas erdőkben, de már homályban. De az alkony üszközve fejére, s olyan, mintha égne, solyna vére. Másfelől a Tisza túlsó partján, magyarós reketje bokrok karkán. Köztök egy csak a nyílás, azon át látni távol kis fagyocska tornyát. Boldog órák szép emlékeképpen rózsafelhők húztak át az égen. Rám merengve néztek ködön át a mármaros ügércek. Semmi zaj. Az ünnepélyes csendben egy madár csak néha füttyentette. Nagy távolban a malom zúgása csak olyan, mint szúnyog dongása. Túllal vélem átelemben éppen egy kormenecske jött, s korsó a kezében. Még korsaját telemelítette, rám nézett át, aztán ment sietve. Ottan némán, mozdulatlan álltam, mintha gyökeret fent volna lábam, lelkem édes, mély máborba szédült, a természet örök szépségétől. Ó, természet, ó, dicső természet, menj el benne versenyezni vélet. Mi nagy vagy te, mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. Késő éjjel értem a tanyára, friss gyümölcsből készült vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk, lobogott a rőzselánk mellettünk. Többek között szóltam én hozzájuk, szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjárkorabb folyója. Pár nap múlva félszendelvésemből félrevelt harangzúgása kelt föl. Jön az árvíz, jön az árvíz, hangzik, s tengert láttam, ahogy kitekintik. Mint az őrült, ki letitte láncát, vágtatott a Tisza a rónál át, zúgva, bőgbe tört át a gátot. Meg akarta nyerni, el akarta nyerni a világot. Szépen magának ezt a gyönyörű verset, és akkor következő versmondó, Ozsar Gábor, a saját tanú, ő pedig József Attilától Tedd a kezed című verset fogja előadni. Tedd a kezed. Tedd a kezed, hangokor, mint a kezed kezem volna. Úgy szeres, úgy őrész, mint ki gyilkolna, mint a értem érted volna. Úgy szeres, mint ha jó volna, mint az értem érted volna. Köszönjük szépen Ferenc Gábornak, aki először volt bátorsága kiállni ide, verset mondani. Egy rövidke kis verset mondott el. Na de mit mond a költő? A versnek a rövidsége, az ékessége. Következő versmondónk Szűcs Károlyné, aki József, ja nem,
Aranyosi Ervin az Út végén című verset fogja elmondani, és felkészül Budapestről Takácsné Kölgyi Zsuzsa. Aranyosi Ervin az Út végén. Vajon az Út végén mi fog engem várni? Kérdésre a választ meg fogom találni. S addig vajon engem majd milyen út vezet? Félelem göröngyös, vagy szépen kikövezett? Szeretet vezet majd? Vagy düh, harag, átok? Magányosan megyek? Vagy lesznek barátok? Mennyi-mennyi kérdés, tudatlan a lélek. Keresem a választ utamon, míg élek. Visszanézni nem kell, nem segít a múltam. Ami lényeges volt, talán megtanultam. Magam mögött hagyom, szívből megbocsátok, mert a múlt súlyával csak magamnak álltok. Csak a mának élek, s teszem a dolgom, amint felmerülnek gondjaim, megoldom. A jövő majd eljön, nem kell félnem tőle. Vágyammal teremtek, jó cél lesz belőle. És ha majd egy napon az út végéhez érek, majd angyalok várnak, csupa kedves lélek. Addig nem is meg kell már egyéb dolgot tennem, mint emberként élnem, és őszintén szeretnem. Köszönjük szépen, és akkor következő versmondó, Takácsné Kölgyi Zsuzsa, a Várnai Zsemi a Mama című verset fogja előadni, ő Budapestről érkezett hozzánk, és felkészül Antal Józsefné. Azért választottam ezt a verset, mert pont 10 éve, hogy anyukám örökre elaludt. Várnai Zsemi, mama. Halott anyámról álmodtam az éjjel. Mióta meghalt, sokszor visszatér, meglátogat éjjel. A mélyen alszom, párhúzhatok ön mindenütt elő. Tudom, hogy meghalt. Álmomban, ha látod, s mégis úgy jön, mintha én nem ők. S azt is tudom, hogy érdekesen persze, elhalványítja őt a messzeső. Sohasem szól, csak mosolyogva néz rám, mintha nem volna többé más szava. És csak forgat, mikor felsír velem, bocsáss meg végem, bocsáss meg, mama. Sokat védettem ellenetnek éltem. Nehéz adosság nyomja a lelkem. Nem tudtalak, hogy végtelen szeretni, mint te szerettél, mama, engem. Egész szívem szüleimnek adtam, amit te tetted, ó, szerkél, mama. S hidd el, ők majd ezekszer visszaadták, amit néged vétettem valaha. Te értem, én meg ő életük éltem. Ők meg majd másért. Bocsáss meg nekem, én is előre megbocsátom nélkül, amit mondt ők
Érkezz meg, elmenni. Köszönjük szépen! Következő versmondó Antal Józsefné, aki Dudás Sándortól Amikor megszülettem című verset fogja előadni. Felkészül Veblényi Lajosné. Dudás Sándor, Mikor megszülettem. Áll még szülőházam, ahol felsírtam, három ezerötszer rabos éjszakából. Anyának a legszebb hang volt ez. Könnyei boldogság eső. Mondok talapzatára az öröm pillanat szolait formázta apám. Boltoknál sorkáltak, s új háborúról suttogtak, mikor megszülettek. És akkor a következő versmondó, Szemlényi Lajosné, aki Petőfi Sándor a 19. század költői című verset fogja előadni, és felkészül Puskásné Klári Budapestről. Petőfi Sándor a 19. század költője. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok fenyegetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmad és örömed, nincs rád szüksége a világnak. Ezért a szent fát félreted. Utcában bújdosunk, mint hajdan népűvel Mózes bújdosott, s követte, melyet Isten külde betérül, a lángoszlopot. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a népet Kánaán felé. Előre hát mind, aki költő, a népvel tűzön, vízen át, átok rá, ki elhajítja kezéből a nép zászlaját. Átok rá, ki gyávaságból vagy lomaságból elmarad, hogy míg a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Vannak hamis proféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállhatunk, mert itten az ígéretnek földje van. Hazugság, szemtelen hazugság, mik milliók cáfolnak meg, kik naphevében, éhen, szomjan, kétségbeesve tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. És addig, addig folyvást küszködni kell. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel. De a halál majd szemeinket szelíd látsókkal zárja be, s virágkötéllel sejjön pár nem bocsájt le a föld mélyébe. Köszönjük szépen! Következő versmondó Puskás Győzőné Kovács Klára, aki Budapestről érkezett hozzánk, Herner Marian a Csend című verset fogja előadni, és felkészül Szűcs Péternél.
kellene, Maria, hogy csend. Néha jól esik a csend, magammal lenni ide bent, hogy meghalljam, hogy ki vagyok. Nem bántják fülem földi szólamok. Ilyenkor nyugalom szívemre terül, nem fáj a nincs, egyedül. Mindenség apró portemét képezem, világban együtt fellélegezem. Megáll a föld, az óra nem forog. A semmi minden egybe vagyok. Kihunyó lámpafény ragyog, csillagó. Apró ember, ki meg annyi érzéssel bírott. Néha jól esik a csend. Rendet, tisztaságot megteremt. Meghallom végre az, ki vagyok. S lépek tovább az úton, amit az Úr adott. Köszönjük szépen! És akkor a következő versmondók, Szűcs Péterné, Petőfi Sándor sor a Szeptember végén című versét fogja elmondani nekünk, és felkészül Molnár Jánosné. Petőfi Sándor, szeptember évek. Még nyílnak a völgyben a keleti világ. Még zöldre látod az a fő. Te látod amatt a téli világot? Már hótak alá elvégzik. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, és benne védik az egész kikelet. De éme, sőt, hogy honnan őzbe velünk már, a télgere már megüti fejemet. Elhull a világ, elragadt az élet. Ülj, hiszesen, ülj az ölemben, ide! Ki most fejedet kedvem lehet égne, holnap nem omolsz le majd sírom fölide. Ó, mondd, ha előbb halok el, tetemével könnyedre, borítasz a szent fölelet, s rávihat-e majd a egy ifjú szerelmem, hogy elhagyod érte az én nevemet. S ha eldobod egykor az özeli fártat, fejfámra sötét dobogóulakod, és idejébe kért a sírű világból az éj közösség, s oda leviszem azt. Letörleni véle, könnyű híved, érted, ki könnyedén elfeledít hívedet, s a szívsebeidbe kötődni, ki téged még akkor is, és ott is, örökre szeret. Köszönjük szépen Zsuzsikának ezt a Petőfinek talán a legszebbik verse, mert számomra is nagyon kedves vers. És most nem az következik, akit az imént mondtam, de még egyszer el fog hangzani ez a vers, és hogy ne legyen rögtön ugyanaz, itt egy kicsit elnézést kérek, hogy váltunk. Akkor a következő, aki most verset fog mondani, Gergely Sándor, aki Budapestről érkezett hozzánk, és a saját szerzőményű versét fogja elmondani, szeretni újra. És most fog majd felkészülni Molnár Jánosné. Kicsit izgulok. Szeretni újra, saját szerzőményű. Hiába harcolok érted, tollal, szóval, lelkem minden erejével, te letetted a fegyvert, szerelmedért más felé nézel. Hiába mondom, hogy nem, nem, nem lehet véget,
szerelemes csókkal pecsételt estünket semmi sem tépheti el. Te feledni látszó, és én egyedül járok, de ha vak véletlen ölembe ejtenek e tengernyi szenvedés után, vajon tudnál-e szeretni újra igazán? Köszönjük szépen, és akkor most következik Molnár Jánosné, Petőfi Sándortól a Szeptember végén című versét fogja előadni, és felkészült Rácz Gáborné. Szeptember végén Petőfi Sándor verse. Még nyílnak a völgyben a kerti világok, még zöld aranyákkal szoklok elő. De látodom ottan a téli világot? Már volt a korállam érzi még ifjú szívemben a lánsugarú nyár, még benne pirít a kikeret. De íme, sötét hajam, őszbe begyül már, a térdere már megüté fejemre. Elhullani rá, eliramlik az élet, ülj hitvesem, ülj az ölembe igyenéken. Ki most fejedet kevemre tevédve, holnap nem omolsz-e a sírom fölébe. Ó, mond, ha előbb halok el, tetteimre könnyedbe borítasz-e szemködelet, és elbírhat-e majd egy kifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyol, fejpámra sötét lobogó lokoz. Én bejövök érte a síri világból az én közepén, oda leviszem azt. Letölleni véle sűrű könnyeimet értek, ki könnyedén elfeledét hívedet. E sípsebeit bekötözni, ki téged még akkor ott is örökre szeret. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor a következő versmondónk, Rácz Gáborné, Vas Albertől az Üzenet haza című versét fogja előadni, és felkészül Nellerné Munkácsi Mária. Vas Albert, Üzenet haza. Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen való örökké való. A víz szalad, a kő marad. A kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha a sáska rágja és ül a betést, ha vakon túrja és a gyökerek, a világ fölött őrködik a rend, és nem vész magja a nemes gabonának, de híresen lesz egykor a csalának, az idő lemarja a gyomokat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csatog is a baltások harag, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csomból virradó tavaszra új erdősan jött győzedelmesen, s még mindig lesznek fák, mikor a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtókéz is szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak, mely felnevel, ha egyenlővé teszik is a földet, nemzedékek őrváltásain jönnek majd boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezeremi kőműves kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, a fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad.
és üzenem volt barátaimnak. Kik megtagadják ma a nevemet, ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek. És nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, és leszünk egy cél, és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak, vigyázzatok és imádkozzatok. Valahol fenn a magas ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Maradnak az igazok és a jók, a tiszták és a békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól jegyezze meg, ki mit cselekszik. Rikasztják már az égben fent a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. S részen csillagfordulás megint, s miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia. S ki mint vetett, azon képen arad. Mert elfut a víz, és csak a kő marad. De a kő marad. Köszönjük szépen, és a következő versmondó, Nemrendi Lukácsi Mária, aki nem tudtam beregisztrálni, hogy milyen verset mond, de majd most ő el fogja mondani, mert most jelentkezett be. Orosházáról érkezett hozzá. Fogadjunk majd szeretettel a verset. Író költő verse. Minden nap az utolsó lehet. Ember, ha már kenyered javát megetted, átéltél sok tavaszt, nyárt, őszt és telet, már minden napod az utolsó lehet. Találkozásunkkor megfogod a kezem, és én megszorítom a kezed. Búcsúzunk el egymástól, ég veled, hát ha kézfogásunk az utolsó lehet. Fiatalon, mindig tervezünk, hogy jövőre még ezt meg azt teszünk. Szövegetünk álmokat, terveket, pedig minden év az utolsó lehet. 70 év után, életünkben már itt a délután, már minden hónap az utolsó lehet. 80 év után, délelőtt vagy délután, már minden hónap az utolsó lehet. Már egyre halványabban pislog mécsesünk, már egyre halványabban pislog mécsesünk, már minden óra az utolsó lehet. Még egyet lobban, azután nem leszünk, már minden perc az utolsó lehet. 1982. Köszönjük szépen Marikának, amit ugye köszöntöttem a vendégeinket, a polgármester asszonyt és a Petre Lajost a ház részéről, de Percelini Boldog Máriát, akit a zsűribe ültettünk be, azt elnézést kérek, de elfelejtettem. Kéki Andrásné Katikával, de sajnos olyannyira lebetegedett, hogy nem tudott eljönni, és hát már nem tudtam kikeresni helyette. De csak azért is nem voltam annyira ideges, mert ebből kifolyólag, mert mivel nem verseny, így nem kell a zsűrinek ugye összetudni a fejüket, hogy na most ki hova tegyük ilyen helyezésre. Tehát így úgy gondoltam, hogy elég lesz Marika is erre a posztra.
és nagyon szépen megköszönöm, hogy ő elfogadta ezt. Na most, hát mivel elhangzott minden versünk, befejezésül, mivel mindannyian édesanyák, nagymamák, dédmamák vagyunk, engedjétek meg, hogy egy nagyon szép anyáknapi versen én is köszöntselek benneteket. Nagy Ferenc, édesanyám, van egy szó, van egy név ezen a világon. Melegebb, színesebb, mint száz édes ára, csupa virágból van, merő napsugárban. Ha ki nem mondhatja, elepedsz a vártól. Tisztán csej, mint puszták estén viharangja, örömében sír az, aki e szót hallja. Ártatlan kisgyermek, csöpügyögő hangja, amikor gőicsél, mintha volna szárnya. Amikor a szíved már utolsó dobban, ez az elhaló szó az ajkadon ott van. Mehetsz messze földre, véres harcterekre, ez a szó megtanít az igaz szeretetre. Bánatban, örömben, ver az Isten vagy áll, ha elrebeged, már ez is imádság. És ha elébed jön könnyes szemű árva, e szóra felpattan szíved titkos zárja. Drága vigasztalás ez a szó, ez a név, királya, koldusnak menedék, biztos légy. Te vagy a legboldogabb, nem gyötörnek gondok, és ha keblére borulsz, el kinek mondod. Ha szomorú fejével olvasod a nevet, virágos sírdobból a könnyed megered. Van egy szó, van egy név, valóság, nem álmod. Nekem a legdrágább ezen a világon. Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám, amikor kimondom, anyám, édesanyám. Köszönöm szépen! És akkor, hát ezzel végére értünk a versmondó ünnepünknek. Hát hiányoztak innen versmondóink, mert ugye a megszokott az, hogy szünetet is szoktunk tartani, meg a végén, mikor a zsűri elvonul, akkor ugye műsor szokott lenni itt bent a színpadon, de a Budapestről érkező csoportból Napsugár Anna, aki minden alkalommal még ezen kívül itt volt, jelen volt, és gyönyörű műsort adtak nekünk mindig. De most nem tudott jelen lenni, amit hát sajnálunk, de hát ez most így alakult, de a következőnek biztos, hogy el fog jönni, itt fog lenni. Reméljük. És akkor, hát én most egy kicsikét Berzelinék Boldog Máriát felkérném, Marikát, hogy egy kicsit méltassa a versmondókat, és kiosztuk a emléklapokat, a kis emléktárgyakat. Jó napot kívánok akkor én is még sok szeretettel, aki esetleg menet közben érkezett, azt is üdvözlöm. Hát sajátos most ez a mai délelőtt. Minden esetre én nagyon-nagyon örültem annak, hogy nem maradt el a vers ünnepe. Hiszen 7 évvel ezelőtt, amikor Rojkóné Rózsikáék ezt útjára indították, ezt a nemes ügyet, akkor először meglepődtem, megmondom őszintén, mert ugye azt mondták, hogy süket, némák, versmondó versenye. És bizony elgondolkodtam, hogy hogy fog ez majd a valóságban működni. És most is megtapasztaltuk, hogy szívszorító pillanatok voltak, hiszen az élet nagy adománya a beszéd, a szó, a kommunikáció, hiszen így tudjuk kifejezni magunkat, ez egy isteni áldás. És hogyha ennek hiányában vagyunk, vagy egy kicsit kölcsösebbé vált a beszéd, vagy nem alakult úgy ki, de a szívben ott rezdülnek a szavak, a kifejezési vár. Azt gondolom, hogy ennek most méltó
megszólaltatói voltak Kamadél előttbe. Milyen nagy adomány ilyenkor tudjuk azt, hogy tudunk beszélni, és hogy a mély érzéseinket milyen jó, hogy vannak költők, akik tömörre, röviden, formába öntötték. Hiszen jó dolog prózában beszélni. Jó dolog, amikor sok minden, sok szép mondattal tudunk elmondani. De a költészet, a vers, az a tömör, az a kincs, amit a költő kibányász a saját lelkéből és a rendelkezésükre bocsátja. Az idén 200 éves évfordulóját ünnepeljük Petőfi Sándor születésének. Azt gondolom, hogy ebben nincs vita köztünk a legnagyobb és a legismertebb magyar költőnek. Nagyszerű dolog, hogy ezen a mai alkalmon, ezen a ma délelőttön és gyönyörű magyar versek hangzottak el határon túlról, hiszen hallottunk Vasalbert verset is. Örültünk az Aranyosi Ervin gondolatainak. Az is átmelegítette az életemet, hiszen úgy emlékszem, úgy gondolom, hogy végig kísértem ezt a hét alkalmat, amikor többekkel találkoztunk a ma délelőttön újból. És végig kísértett, és örültem, hogy visszatérő arcokkal, visszatérő személyekkel találkoztunk. Én azt gondolom, hogy ez az alkalom egyébként egy kicsit tisztelgés Kálmán Istvánné előtt is, hiszen annak idején a Nagyot Hallók irodalmi klubját ő hívta létre itt a közösségi házban, és méltó örököse folytatója lett Rózsika, akinek azt gondolom, hogy ismételten csak köszönni tudjuk ezt a ma délelőttön is. Hiszen nagyon fontos, hogy éltessük a magyar irodalmat, hogy minél több emberhez juttassuk el költőink nemes gondolatait. Amik azt gondolom, hogy egy-egy versválasztásban benne vannak azok az emberek is mélyen, akik előadták a verseket. Nagyon-nagyon örültem, hiszen Orosz Sándor Orosházáról évek óta rendszeresen köszönhetjük, és ez alkalommal nem tudom hányan jöttek, de emlékszem, amikor többen jöttek Orosházáról, és nagyon szépen köszönjük ezt a mai gyönyörű verset, amit hallhattunk öntől. Így hangzott el a bevezetőbe is, hogy Orosz István, azután Oroszné Szabos Margó, és azt gondolom, hogy a Margó versválasztása meg annyira aktuális volt, és annyira szívből jövő volt, hiszen háború dúlt a szomszédos országban, és a te választásod igaz, hogy egy amerikai katona verse volt, de azt gondolom, hogy rendkívüli aktualitással, és ahogy tőled megszoktuk, mélységes mély érzésekkel hallhattuk az előadásokban. Köszönjük szépen! Csikós Józsefét szeretném szólítani. Itt van. Csikós Józsefné azt gondolom, hogy itt a mi generáció gondolatát méltóképpen tolmácsolta, hiszen reméljük, hogy azért még 20 év itt van nekünk a lehetőségeink között, és te pedig már nagyon régóta megörvendezted bennünket a versekkel, úgyhogy az Élet Alkonyán című verset kiválóan hallhattuk a tolmácsolásodban. Nagyon szépen köszönöm. Bárdos Jánosné szeretném szólítani. Nellikétől egy rövid fecskei fogatót hallottunk, és szívből gratulálok, és a szavaz.
Így van, igazi tavaszi anyag készül. És sokat szeretettel ezt a szép emléktapot és a kis ajánlásot. A Petőfi versek közül a Tiszát azt gondolom, hogy mindenki ismerte, és nagyon-nagyon örültünk, hogy jött ez a választás Mezőhékről, szintén visszatérő vendégünk Kecse Lajosné. Nagyon szépen köszönjük a versválasztást. Nellike párja először van itt köztünk versmondóként, igen. És nagyon meghatottam én is attól, hogy ő is meghatódott, hogy itt áll a közösségi ház színpadán. Szívből köszönjük Gábor a verselet. Tedd a kezed a lopodra. Csak a mikrofonnak. Szűcs Károlyné Böbikét szeretném kérni, aki remekül adminisztrálta is a dolgokat, mondjál az elején, és ő is akárcsak az imént Csikós Józsefné az élet végéről mesélt nekünk, az út végéről, és nagyon kiválóan adtad elő a versetet, és egy szívből köszönjük, nagyon illet a személyiségedhez, meg egyáltalán ehhez a helyzet. Nagyon szép. Valaki mindig könnyeket csal a szemembe, az egyik az Takácsné Zsuzsa Budapestről, és hálásan köszönöm neked, hogy minden alkalommal itt vagy, és mindig olyan kiváló választással és olyan odaadással, olyan precizitással és átféréssel mondod el a verseket, úgyhogy a Várnai Zseni mamáját hallhattuk, ugye kiváló tolmácsolásban. Köszönjük szépen neked, és mindig mondjál verseket. Antal Józsefnét. Köszöntöm, akivel jó ismerősök vagyunk, és nagyon köszönjük. Gyertolmácsot is kiváló teljesítettek, lenyűgözőt. Hát a felnőtt versmondók versenyén mindig ott szokott lenni Zemlényi Lajosné, és azt gondolom, hogy ehhez a mai remek előadáshoz is csak meghajtom a fejem és szívből köszönöm, hogy Petőfi Sándor 19. század költői című versét ilyen nemes, rangos előadásba adtad elő. Köszönöm! Kemmer Marian Csend című versét hallottuk Puskásné Klárikától, akinek az orgánuma is felejthetetlen. Mi hangjával mindig nekünk köszönjük. Szűcs Péternő Zsuzsát én nagyon-nagyon régről ismerem, szerintem önökkel együtt, még amikor a Tiszacipőgyár munkás, művelődős brigád versenyein találkoztunk, és már akkor úgy szabad Várnai Zsenét, hogy mint Szamos Markó is kedvenc költője, de Zsuzsának is. És most a Petőfi verset, azt gondolom, hogy soha nem fogom elfelejteni Zsuzsa ezt a mai idézetet, amit ezt a verset mondtad, és kívánom az egészséget. Köszönöm, hogy Isten, hogy sok-sok vagyok.
Van, aki a saját versét mondhatja el, úgyhogy Gergely Sándort szeretném kérni. Hát ő szeptember végén egy másik alliterációját hallottuk. Letesszük, aki tovább. Ezért mondom, hogy legyen nemes a folytatás, és legyen sikeres, és jöjjön. Vagy már bizonyára meg is történt, de ez már a nyilvánosság előtt nem tűzünk. Nem, megtörtént, nem titkolok semmit. Helyes. Helyes a dolog. Jaj, de legyünk neki. Kiváló előadásban hallottuk ma Rácz Gábor tolmácsolásába Vas Albert versét, úgyhogy szívből gratulálok neked. Volt még egy szeptember végünk, és keresem Molnár Jánosnét, hogy jaj, azért nem láttam meg, a férjét látom. Nagyon jó választását, tehát mindig megbízom. Igen, nagyon szépen köszöntöm, gratulálok. Egy kicsit belejavítottam itt az emléklapban, de végtem, mert nem tudtam pontosan Nellerné Munkácsi Máriának a nevét. Ő is orosházi kedves vendég, és hát nagyon, nagyon mindig meghat egyébként. Olyan különleges orgánuma van, és ez egy kiváló választás volt, amit ma hallottunk öntől. Úgyhogy, és orosházi költőtől hallott. Most mondja, jó, Csizmadia Imre. Nem hallott el, Csizmadia Imre. Akkor az én figyelmem került el, szívből gratulálok, nagyon szép előadást hallottam. Köszönöm a lehetőséget. Úgyhogy összegezve én szívből gratulálok a szervezőknek, a közösségi háznak, hogy helyet adott ehhez ennek a kiváló kezdeményezésnek, és én bízom benne, hogy nem tudom, hogy folytatódik majd a mai nap programja, de én minden esetre úgy fogok innen elmenni, hogy teli van a lelkem sok-sok örömmel, szívszorító pillanatokkal, hiszen, ahogy el is hangzott, közeledünk az út végéhez is, de még azért javába cselekedünk itten, és jövőre is verseket fogunk hallgatni és mondani, de minden esetre mindenkinek csak azt tudom ajánlani, hogy szeressük a verset, de ezt inkább a televízió képernyője előtt ülőknek mondom, hogy mindenki előtt nyitott a lehetőség, és jövőre jöjjenek még többen, mert én azt gondolom, hogy amíg a költészet él, addig élünk mi is, és addig tudjuk igazából felszabadítani azokat a olykor szorongató érzéseinket is kiadni, amik bennünk vannak, a boldogságunkat is. Ebben tudjuk leginkább kifejezni egy-egy gyönyörű szerelmi lírában. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a ma délelőtöt, és én elköszönöm viszontlátásra. Minden jót! Marikának nagyon szépen megköszönöm a saját kultársai nevében is, hogy elfogadtad a meghívásunkat erre a feladatra. Egy örökös tagja vagy lényegében, mert szinte azt hiszem, hogy minden alkalommal voltál. Így emlékszem, hogy minden alkalommal volt zsűri tagunk, tehát nagyon szépen megköszönöm, és fogadtunk ezt a szerintem. Az meg nagy megkönnyebbülés volt, hogy nem kellett sorrendet kialakítani, mert nem jöttem volna. Ez egy könnyed délelőtt volt egyébként. Úgyhogy én a két gyerekeknek is mindig azt mondom, hogy az a jó, ha nem kell versenyezni, mert nem az a lényeg, hogy anyagikok vagyunk, hanem az, hogy mit tudunk egymásnak adni. Úgyhogy köszönjük szépen! És akkor felkérném a jeltolmácsainkat arra, hogy őknek is nagyon-nagyon köszönjük szépen a munkájukat, mert hiszen ennyi verset őknek, lényegében minden verset le kellett nekik jelenni. Tehát ők is nagyon megdolgoztak, köszönjük szépen.
Kosik Mária, Szolnokról jöttek Jeltormács, és ebben a cseppék is ajándékkal köszönjük meg a munkájukat. Elnézést, Hamerszki Erika, szintén a másik Jeltormácsunk, aki is ugye, hát először is ő vele beszéltem, hogy elfogadják a meghívásunkat erre, besegítnek nekünk, mert ugyanis Szegedről szokott nekünk itt lenni Jeltormácsunk, Kádárné Marika, amit nagyon sokan ismerünk, de most családi okok miatt jóval korábban jelezte belém, hogy nem tud jönni. És ezért kellett ugye más irányba fordulnom, de nagyon szépen megköszönjük, hogy elfogadtátok és jelen voltatok. Úgyhogy köszönjük szépen! Hát én úgy gondolom, hogy ezzel a mai rendezvényünk nem volt hosszú, nem mondta meg senki, remélem, mert én úgy gondolom, hogy unalmas biztos nem volt, mert azért sok szép verset. Hát 21 embertől hallottunk verseket, különböző verseket, egyetlen vers hangzott el két szemétől, de ezt tudjuk, hogy mindenki másképpen adja el. Tehát egyforma, de mégis mindenkinek más a stílusa az előadásában. De a többi nem ismétlődött. Én mindenkinek megköszönöm a szép verseket, a zsűrinek a munkáját. Egyszerűen mindenkinek, aki megtisztelt bennünket a versmondókon kívül, akik megtiszteltek bennünket azzal, hogy jelenlétükkel itt voltak, és egy kicsit tapsal is visszadták a versmondókat, hogy igen, érdemes kiállni és elmondani azt, ami nekem a legkedvesebb vers. Mert én úgy gondolom, hogy én is, hogyha elmegyek valahova, ahova meghívnak és felkérnek, hogy verset mondjak, hát nyilván, hogy azt mondom el, ami számomra a legkedvesebb, vagy amit nagyon szeretek elmondani, és azt adom át a közönségnek. És amikor meg olyan van, hogy kikötés van, mert tudjátok, hogy ez így van, hogy amikor versenyre megyünk, vannak olyan dolgok, hogy kikötések vannak, hogy melyik költőtől. Na most az olyan nem mindig jó, mert hogyha pont attól nincs versen, akkor egy újabb kell tanulni, és akkor az nincs berögződve. Tehát azt egy kicsit nehezebben adja el az ember. De amit én szabadon választok, akkor azt, amit már nagyon jól begyakoroltam, tudom, azt adom elő. És akkor így a siker megvan mindenkinek. Hát én mindenkinek további jó versmondásokat kívánok. Bízom benne, vagy bízzunk benne, hogy két év múlva, mert ugyanis két évenként szoktuk megrendezni a vers ünnepünket, de következőleg versenybe fogjuk meghirdetni, mert úgy lesz aktuális. Remélem, hogy meg lesz az is, meg tudjuk rendezni. Azt nagyon sajnáltam, hogy a 21-es évben nem tudtuk megrendezni, akkor lett volna ez a mai napi rendezvényünk, de a vírus közbeszólt, és így azt kihagytuk, de most pótoltunk egy kicsit. Most hát neked is szeretnénk átadni egy emléklapot, mert hogy te is mondtál verset, és van még egy emléklapot. Hát én úgy gondoltam ebben, hogy nagyon aktuális, mert tényleg így van, ahogy mondtam is, hogy hát ugye mindjárt itt lesz az anyák napja. És mindannyian, akik itt vagyunk, jó, a férfiakat kivéve, anyák, nagybabák, tétbabák vagyunk. Tehát, és én úgy gondoltam, hogy ezt a verset nekem most itt el kell mondanom. Köszönöm. Köszönöm.